Köszöntöm a Garai magazin nézőit! Egy oktatási intézmény életében nagyon fontosak azok az alkalmak, mikor szülők és pedagógusok kötetlen formában találkozhatnak. A Szekszárdi Garai János gimnáziumban is igyekeznek minél több lehetőséget teremteni erre. A több mint 10 éve minden évben megrendezett alapítványi bál emellett az iskola támogatásának célját is szolgálja. Igazi báli hangulatot teremtett a Bartina Néptánc Egyesület produkciója a Garai János gimnáziumban. A táncegyüttes garaista csoportja nyitotta meg ugyanis az idei alapítványi bált az iskola dísztermében. Több mint 10 éve hagyomány már az intézményben, hogy szülők és nevelők közös bálozás során támogatják az iskolát. Az idei évben 12. alkalommal rendezzük meg a gimnázium alapítványi bálját. Ennek a célja mindig valamilyen jótékonyság. Voltak idők, amikor igenis nagyon-nagyon sokat jelentett a szülők támogatás, természetesen most is jelent, amikor használt számítógépeket ebből a támogatásból tudtunk vásárolni, vagy éppen újabb osztályokat tudtunk felújítani. A mai bevételt pedig szeretnénk szintén újabb osztályok bútorzatának vásárlására fordítani. Meg ezen túlmenően én úgy gondolom, nagyon-nagyon fontos az, hogy immár kötetlen formában egymással beszélgessen pedagógus, szülő, igazgató. Tehát ezek a kötetlen együttlétek, illetve nem csak a pedagógus szülő, hanem szülők egymás között, egy-egy osztályközösséghez tartozó szülők. Próbáltuk az asztalokat is úgy kialakítani, hogy egy-egy osztályközösséghez tartozó szülők is együtt lehessenek. Gyakran az adott osztályfőnöke sem a tanári asztalhoz, hanem az általa tanított diákok szüleihez csatlakozik, de vannak az asztaltársaságok között régóta visszajáró vendégek, baráti társaságok is. Tavaly eljöttünk, és akkor úgy gondoltuk, hogy az idén is eljövünk, mert jól éreztük magunkat tavaly, meg hogy segítsük az iskolát, támogassuk az iskolát azért is. Szerintem tőlünk is függ, hogy milyen az a bál, hogy érezzük magunkat, mi úgy jöttünk ide, hogy jól fogjuk magunkat érezni. Nagyon finomak voltak az ételek is, és jó a társaság is. Az ilyen alkalmakkor olyan témák is előkerülhetnek, melyeket szülői értekezletek vagy fogadóórák alkalmával nincs mód megvitatni, mint például az osztályközösség összetétele, kohéziója, osztályon vagy szülői közösségen belüli problémák, de akár a tudás megosztása is, melyre a gimnázium vezetősége szintén igyekszik lehetőséget teremteni. Úgy döntöttünk, hogy elindítjuk a szülők klubja, vagy szülők iskolája, meg a pontos elnevezést keressük, és szeretnénk a szülői munkaközösség tagjaink keresztül javaslatokat kérni a szülőktől, hogy milyen előadásokat hallanának ők szívesen, akár tehetséggondozásból, akár a közösségi média használatból, akár tehát bármilyen témában, ami érdekelheti a szülőket, és akkor neves előadókat szeretnénk erre hívni, és adott esetben egy közös megbeszélés is lehet. Tehát elindítunk egy ilyen programsorozatot is. A bárra érkezők felhőtlen hangulatáról, a finom vacsora után, a különleges koktélok és az M6 Express zenekar gondoskodott. Már több éve, hogy minden iskolai tanév novemberében, a Tudomány hetén tehetségnapokat tartanak a Szekszárdi Garai János gimnáziumban. A rendezvény fő célja a tanórákon kívüli tehetséggondozás megvalósítása.
Egy olyan kutatótól hallani ti olyan témát, ami érdekel is téged, és talán benned is elindítja a kutatásnak a vágyát. A kutatói munka fontosságára hívta fel a figyelmet beszédében Heyman Józsefné, a Garai János Gimnázium igazgatója. Több éve, hogy minden novemberben a Tudomány Hetéhez kapcsolódva tehetségnapokat szerveznek a Szekszárdi Gimnáziumban. Az idei évben az a program fő célja, hogy a tanórákon kívüli tehetséggondozás is megvalósuljon. Célunk az, hogy megismertessük a diákjainkkal ennek a jeles napnak a fontosságát, a lényegét. Ugye 1997 óta ünnepeljük november első napjaiban a Magyar Tudománynak a napját, és ebből az alkalomból szervezünk mi is, ha nem november első hetére, hiszen az általában egybeesik az őszi szünettel, hanem a novemberi hónap későbbi heteire, de egy egész hetet szánunk arra, hogy a diákokkal megismertessük ennek a jeles napnak a fontosságát, ennek keretében minden évben nagyon színes palettán kínálunk számukra programokat két tanítási óra keretében, aminek az a lényege, hogy a legkülönbözőbb tudományterületekkel megismerkedhessenek, a természettudományokon keresztül, a humántudományokon át, tényleg minden évben nagyon fontos szempontunk az, hogy a különböző tudományágakat átöleljük a programokkal. Úgy gondolom, hogy idén is sikerült tényleg egy nagyon színes kínálatot nyújtani a diákok számára. Idén különös figyelmet fordítottak az idegen nyelvekre és a történelemre. Az ötnapos rendezvény alkalmával a diákok is teret kapnak. A hét két napján magyar és angol nyelven saját kutatásaik eredményeiről számolnak be társaiknak. Idei év különlegessége az, hogy egy két nyelvű, tehát egy magyar és egy angol nyelvű programmal is készültek az angol nyelvet már kitűnően beszélő diákjaink, amit összekapcsoltak egy kicsit az irodalom tudománnyal, egy kicsit a környezet tudatossággal, hiszen ez is egy nagyon fontos szempont, hogy a környezet tudatosság, a környezetvédelem is a tudomány ágak köré szerveződve szóba kerüljön a programokon, és éppen a diákok állítottak össze a természetesen a pedagógus segítségével, irányításával egy olyan csokrot az idei évben, amivel hát bízom benne, hogy sikerül a garais diákokat és a tanárokat is meglepni. Mi a lehetőséget kínáljuk föl, és hál' Istennek minden évben vannak diák jelentkezők, vagy éppen azért, mert tényleg középiskolai tanulmányi versenyre készítettek tudományos munkát, és azt szeretnék megmutatni a diáktársaiknak, vagy csak tényleg maga a téma, tehát a környezetvédelem, a környezettudatosság és az idegen nyelvűség, tehát ennek az összekapcsolása, ez most az idei évben nagyon szépen sikerült. És külső felkért előadóink is vannak. Szilágyi domokos, hegyek, fák, füvek. Hegyek, fák, füvek, ágak, haragzöld, az úrmai, szívem rokonai, kedvesek. Emlékeimben látlak szelíden bólintani. Izmaim emlékeznek ernyedő, erdők, titkos ösvények, farkas szagúak, lombfelhők, égbolnyi lombkunyhók, csukott szemű lombalagutak. Őrdik, frissül a fáradtság itt, ahol a konok csöntüget. Az első alkalommal Változó világunk, zöld utak címmel tartottak kétnyelvű természettudományos előadást a 11 és 12 biosztályos tanulók. Ennek a jelenségnek több oka is van. Az egyik az éghajlati rendszer belső ingadozásai, amit állandó változások és külső tényezők nem játszanak bennük szerepet. Emellett a külső, természetes külső tényezők is előidézik, mint például a naptevékenység, ami szintén ingadozik, változik. Emellett a napállandó fluktuáció idősora is van, ami röviden annyit takar, hogy a napnak van egy 11 éves ciklusa, ami hozzájárulhatott a pártizett fos melegedéshez. A vulkánkitöréseket is ide sorolhatjuk, ugyanis ezekbe következtében rengeteg mennyiségű kén-dioxid és vulkáni hamok kerül a levegőbe.
Ezekhez társulnak még az emberi tevékenységek által kifejtett hatások is. Elmondhatjuk, hogy összességében ez egy természetes folyamat, gondoljunk csak a jégkorszakra, vagy a középkori kis jégkorszakra, viszont az ember ezt nagy mértékben erősíti és gyorsítja. Ehhez kapcsolódóan szeretnénk kitérni az üvegházhatásra. Ez a jelenség úgy működik, hogy a napnak a sugarai elérik az atmoszférát, egy részük visszaverődik, egy részük átható rajta. A légkörbe bejutott napsugaroknak egy részét elnyeri a Föld, a többit viszont visszaveri, és a levegőben lévő üvegházhatású gázok ezeknek egy részét visszaküldi a Földre, mondhatni csapdába ejti a hőt. Ez nagyon fontos számunkra, ugyanis nélküle mínusz 18 Celsius fok lenne az átlaghőmérséklet, a mostani plusz 15 Celsius fok helyett. Az előadásom a klímaváltozásról és ennek a problémáiról szólt, és ezt a kutatást már több mint egy hónapja készítettem, akkor kezdtem el csinálni, és angolul ránk kért meg a tanárnő, hogy akkor én erről csináljak egy prezentációt. Több szakirodalmat is olvastam, főleg interneten, angol és magyar nyelven is, és ezek felhasználásával készítettem el, nagyon sokat gyakoroltuk. A tehetséggondozás kiemelt szerepet játszik intézményünkben, és többek között ez is az egyik formája, hogy a diákok külön erre az alkalomra felkészülnek, önállóan előadják a kutatási eredményeiket, vagy bármilyen más produkciójukat. Tehát úgy gondolom, hogy ez is színesíti a palettát, és nem csak feltétlenül a versenyekre készítünk fel, vagy versenyekre készülünk fel a tehetséggondozás révén, hanem ilyen nyilvános megjelenéseken is, amelyek szintén úgy gondolom, hogy a jövő értelmiségének képviseléhez hozzátartozik a mindennapi életéhez, hiszen ha vezető pozícióba kerülnek, már pedig reményeink szerint vezető pozícióba kerülnek majd idővel a diákjaink, akkor nekik ez napi lételemük lesz, hogy ilyet is tudjanak kiállni közönség elé, és ott produkálni magukat. A hét hátralévő részében az atomenergiáról és az energiaitalok káros hatásairól tartanak előadásokat a Garai János gimnáziumban. Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztató és látogató központjának kommunikációs vezetője is előadást tartott a Garai gimnázium tudomány heti programsorozatának keretén belül. Miért jó atomerőmű, és mit jelent megoldásként? Mire gondolom, hogy megoldás? Remélem, mire befejezzük a beszélgetést, hogy fogjátok látni, hogy majdnem mindenre. Interaktív, a diákokat előadása közben folyamatosan kérdező prezentációt tartott a Tudomány Hete programsorozat keretén belül Kovács Antal, a Paksi Atomerőmű ZRT tájékoztató és látogató központjának kommunikációs vezetője. A bemutató központi témája az energia volt. Annak beszerzési és felhasználási módjairól is beszélt az előadó. Az atomerőmű közelsége is indokolja azt, hogy az itt élők minél többet megtudjanak az atomenergiáról. Három szintről fogok beszélni. Egyik a világ, hiszen nagyon sokat hallunk a globális felmelegedésről és a világot érintő kihívásokról. Erre is egy heves válasz az atomenergia. Beszélek az országos helyzetről, hiszen olyan komoly villamosenergia igény növekedés, illetve több mint 30%-os import jellemzi már ma is a hazai energiahálózatot, amin az atomenergia a további bővítést tud változtatni, illetve egy pár szót arról is, hogy a régiónak mit jelent. És szeretnék egy picit arra kapacitálni a fiatalokat, hogy tanuljanak fizikát, matekot, és minél többen legyenek mérnökök, mert ez egy olyan életpálya lehet nekik is, ami megoldás az ő személyes életükbe. És ugye, ahogy az elején mondtam, a világ megmentésében is, tehát a globális felmelegedés, amik a harcban is egy nagyon fontos szereplő, tehát aki oda jön hozzánk dolgozni, ez mindenki jó is lehet. Kiindulásként szolgált az az adat, ami a Föld népességének alakulását szemlélteti. Az 1750 és 2100 közötti változást és előremutatás bemutató, vagyis a Föld népességének alakulását követő diagram a mindenkori emberek energia szükségletét is jól ábrázolta. Ki tudja közeltek, hogy mennyibe kerül egy kilovattóra villamos energia? Tette fel kérdését, amelyre helyes válasz nem érkezett. Ennek kapcsán szóba kerültek a napelemek és a szélerőművek is. Míg azok függenek a napsütéstől, illetve a szélfúvástól, az atomerőmű stabilabb ellátást nyújt. Most például egy olyan helyzet áll elő, hogy ahogy melegszik a Föld, azok a tundrán lévő egyébként örök fagy határon felül lévő területek is olvadnak föl, és nagy mennyiségű metán szabadul ki belőlük, ami szintén a szén-dioxidnál több tízszerrel jobb üvegházhatással bír.
Az előadó rámutatott a káros tényezőkre, melyek üvegházhatást, klímaváltozást okoznak. Ilyenek például a széndioxid, metángázok, amelyeknek forrásai a szén, olaj, gáz égetése, fosszilis tüzelőanyagok, műtrágyák, erdőirtások. Az atomenergia használata ebből a szempontból is szerencsés. Ausztrália fölött olyan ózonjuk alakult ki a hajtógáz, az ilyen sprékbe használt fel a hajtógáz következtében, hogy Ausztráliában ilyen 10 perces napfogással rákot lehetett kapni kis túl ennyi húzással, és akkor az világ váltott, kicserélte azokat a gázokat, és szép lassan az ózonjuk megszűnt. Ez nem azt jelenti, hogy tuti a két dolog összefüggésben áll. Ismertette az atomerőmű működését, az új blokkok státuszát és hazánk mostani energiahelyzetét. Magyarország energiahasználati stratégiáját összehasonlította a német, a dán és a francia rendszerrel. Az új atomerőmű a következő 100 évre biztosíthatja az energiaszükségletet. Kovács Antal számokkal támasztotta alá előadásának mondani valóját. És az történik, hogy akkor is bemegy a rendszerbe ez a megújuló energiaforrás, amikor éppen süt a nap és fülleszél, amikor nincs rá szükség, akkor is át kell venni. Ez esetben negatív ára alakul ki az áram. Negatív ára van még azért, hogy valaki ezt felhasználja, vagy elvigye, még fizetnek is neki. Mert a villamos energia rendszer sajátossága, hogy mindig pontosan annyi energiának, villamos energiának kell benne lenni, mint amennyi a szükségre. És miután kötelező átvenni a megülőktől, tolják bele az áramot. A Szekszárdi Garai János Gimnázium a Pécsi Tudományegyetem pedagógus képzőkarával közösen immár 11 éve szerveznek Lázár Ervin országos anyanyelvi versenyt. Erre olyan háromfős csapatok jelentkezését várták, akik a nyelvi játékokat, az ötletességet, kreativitást igénylő feladatokat és az együttalkotást kedvelik. A februárban sorra kerülő megmérettetésre már rengeteg pályamunka érkezett be. Ebbe kapaszkodva készüljenek ezek a laptopok, itt leírja a módszert, a kiírás, itt pedig itt vannak a linkek, ahol még rá tudnak keresni, hogy na. Tehát, hogy kapjanak egy kis ötletet. A 11. alkalommal meghirdetett Lázár Ervin országos anyanyelvi verseny első fordulójának kiírását mutatja Rajos Judit, a Szekszárdi Garai János Gimnázium igazgatóhelyettese. A két fordulóból álló csapatverseny idén Ady Endre halálának 100. évfordulója előtt tisztelegve a költő munkásságát helyezi középpontba. Az volt a törekvésünk, a magyar munkaközösségnek a törekvése, hogy egy kicsit kiszínezzük az anyanyelvi versenyeknek a palettáját, tehát megpróbáltunk új feladattípusokat becsempészni a versenynek a feladatsoraiba. Mivel úgy gondoltuk, hogy talán ezeknek a nyelvészeti feladatoknak egy kicsit közelebb kellene kerülni a diákokhoz, a diákok érdeklődéséhez, és hát ennek a növekvő igénynek igyekeztünk megfelelni ezzel a versennyel. A korábbi évekhez hasonlóan tényleg idén is nagyon szép számmal jelentkeztek a csapatok erre a versenyre, hiszen itt egy csapatversenyről van szó. Ebből úgy gondolom leszűrhetjük a következtetést, hogy célba találtunk, tehát a gyerekek, a diákok felkapják a fejüket a versenyre, jelentkeznek, hát természetesen változó létszám, ahol egy kicsit kisebb az érdeklődés, hol nagyobb az érdeklődés. Tavaly például ugye Baka évforduló volt, tehát az anyanyelvi verseny feladatai között több szerepelt Baka István költészet költőnyelvéhez, mert ugye nyilván itt is a nyelvészeten van a hangsúly, stilisztikán nyelvészeten van a hangsúly, tehát a feladatok jó részt hozzá kapcsolódtak. Volt már, hogy a 2006-ban elhunyt író Lázár Ervin a verseny névadójára is megemlékeztek, ekkor az ő művei kerültek bemutatásra. Az ő munkásságában, az ő írói munkásságában olyan szépen felfedezhetők azok a nyelvészeti törekvések, amire mi is törekszünk lényegében a verseny során, tehát hogy rendkívül kreatív volt az ő írói nyelvét, ha valaki egy kicsit közelebbről megismeri, olvasgatja nem csak gyerekeknek szóló meséket például, hihetetlenül kreatív az írói nyelve, játékosság van benne, és hát lényegében mi is ezt tartjuk fő
fő törekvésünknek ennél a versenynél. A feladattípusokról elmondható, hogy a kreativitást, tehát az anyanyelvi kreativitást helyezzük középpontba, illetve nagyon fontos az is, hogy ezek a feladatok játékosak legyenek, hiszen a célközönség az a középiskolás korosztály, tehát a 14-18-19 éves középiskolások, nekik hirdetjük a versenyt. Lényegében iskolatípustól függetlenül, tehát erre jelentkezhetnek gimnazisták, szakgimnazisták, szakiskolások szabadon, bátran, és mivel a feladatok nem szorosan, közvetlenül a tananyaghoz kötődnek, ezért azt tapasztaljuk, hogy bizony más iskolatípusokból is bátran jelentkeznek a diákok. Idén például az első fordulónk már lefutott ősszel, októberben lezajlott az első forduló, erre már két feladatot megoldottak a jelentkező csapatok. Ilyen volt első feladatként a labbuk elkészítése is, ami egy modern, nemrég alkalmazott, de még csak az általános osztálynál használt módszer. Magyarra lefordítva a labbukot lapozónak vagy albumnak hívják. A labbuk olyan könyvet jelent, amit a tanuló maga készít el egy adott témakörben. Miközben elkészül a labbuk, már meg is tanulják a csapatok tagjai a témakör legfontosabb részeit. Ady Endre alap életrajzi adatait, mikor és hol született, hol tanult, de költészetének főbb állomásait, leghíresebb alkotásainak címét, keletkezési történeteit. A labbukokat postai úton kellett elküldeniük a Szekszárdi Gimnázium címére a csapatoknak, míg a második feladatot interneten továbbították. A másik feladat pedig az volt, hogy Ady Endre, mivel a évfordulónk van, ugye 2019-ben tematikus versenyt hirdettünk, és Ady költészetéhez kapcsolódó feladatok is bekerültek a versenybe. A második feladatban tehát Ady stilisztikáját kellett egy kicsit kutatniuk a gyerekeknek, és a folytatásban, a döntőben hasonlóan sokszínű és érdekes feladatok fogják várni a döntőbe jutottakat. 10 csapatot várunk majd az anyanyelvi versenyünk döntőjébe. A döntőben is várhatóan lesz olyan feladat, hogy a számítógépes ismereteiket, internethasználatot is igénybe fogják venni majd a feladatok. Tehát tényleg igyekszünk a kor szellemének megfelelően modernizálni, újítani. Mivel itt egy anyanyelvi versenyről van szó, sőt, ugye az anyanyelvet, ahogy itt említettem, az imént Adinak a nevét, Lázár Ervinnek, Baka Istvánnak a nevét, anyanyelvi versenyünket igyekszünk minél szorosabban összefonni az irodalommal is, tehát az irodalmároknak a nyelvhasználatát is behozzuk, nem csak a hétköznapok nyelvhasználatát ebbe a versenybe. Természetesen a könyvjutalmak, illetve a könyvutalványok kerülnek első helyre a díjazásban. A labbukok a döntő ideje alatt ki lesznek állítva az iskola dísztermében, így a diákoknak lehetősége van egymás munkáit is szemügyre venni. A zsűri tagjai a Pécsi Tudományegyetem pedagógus képző karának oktatóiból fog állni, hiszen 2015 óta a két intézmény közösen szervezi meg a 9 és 12. évfolyamos középiskolásoknak szóló anyanyelvi versenyt. Február közepén a Szekszárdi Garai János Gimnáziumban kerül sor a csapatok megmérettetésére. Köszönöm a figyelmüket! Viszontlátásra!